Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Helyi választási bizottsági tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Helyi választási bizottsági tisztségemet a magyar nemzet javára. Isten engem úgy segéljen. Ezzel az esküvel avatták fel a helyhatósági választásokon működő választási bizottság tagjait. Az ünnepélyes eskütételt megelőzően a polgármesteri hivatal és a testület elköszönt dr. Hegedűs Évától, aki a megelőző ciklusokban a helyi választási bizottság elnöke volt. Szeretnénk az ő munkáját megköszönni, az ő segítségét megköszönni, amit 2014 és 2019-es helyi választási bizottsági elnökként tett, és szeretném megkérni, városunkban azt gondolom, hogy a főorvos azt, hogy nem kell bemutatni, készültünk neki egy kis aprósággal, egy virágcsokorral, úgyhogy szeretnénk is ezt átadni, és nagyon szépen köszönjük a munkáját. A legjobb emlékekkel távozom, nagyon szépen köszönöm a segítséget az önkormányzati testületnek is, a hivatalnak, a jegyzőknek, nem csak itt, hanem a jegyzőségnek és a polgármesternek, anno dacu 5 éve a dombovári választások idején, ők is rendkívül segítőkészek és nagyon jó hangulatúak voltak. Pedig hát ezek izgalmas kérdések, hiszen az ország jövőjéről van szó, itt nehéz jó hangulatba lenni. De én kívánom, hogy úgy legyen, és mindig konszenzusos alapon intézzék el a dolgaikat, akármilyen csodálattal tölti el az embert, ha valaki a várfoknak neki rohan, azért mégis szebb mindent békésen és hát kulturáltan elintézni szeretettel. Puskásné Szegi Petra, a helyi választási iroda vezetője elmondta, az első gyűjtőévek megérkeztek az irodába. Augusztus 24-én 2013 évi 36-os törvény értelmében ugye az ajánlóívek igénylésének leadása megtörtént. Elsőként a Fidesz-KDNP jelöltjei fordultak a helyi választási irodához egy szombati napon, hogy az ajánlóíveket adjuk ki, és szintén elsőként Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony kérte nyilvántartásba vételét már rögtön hétfőn, ugye hétvégén az ajánlások, a szükséges számú ajánlásokat összegyűjtötték, hétfőn ezt le is adták a helyi választási irodában, mi pedig már a hétfői napon feldolgoztuk ezeket a kérelmeket. Megállapítást nyert egyébként, hogy a valamennyi ajánlás, amit leadtak, a szükséges számot eléri, ezért a mai napon a helyi választási bizottság összeült, és a helyi választási bizottság nyilvántartásba is vette a Fidesz-KDNP valamennyi jelöltjét, 8 szavazókörben, illetőleg polgármester jelöltként Filóné Ferenc Ibolyát nyilvántartásba vette.